Ugye van az, ami az a hagyományos, akkor ez is egy nagyon szép fazon. 5-6 fazon szerint készítik a szájmaszkokat a Szálkai Foltvarró körtagjai otthon. Összesen 6-an vágtak bele a védőfelszerelés készítésbe. A maszkok már nem használt pamutrongyokból készülnek, és a Foltvarrók Szálkán mindenkinek ingyen adnak belőlük. Varnánk egy-egy tucat maszkot, és a boltba, postán odaadnánk, és a lakosságnak ingyen adják oda, akik a boltba, postára járnak. Így indult a dolog, hát az egy tucatból mindenkinek 2, 3, 4, 5 tucat lett, úgyhogy azt hiszem, hogy szinte a lakosságot most már teljesen elláttuk. A maszkokat nem házról házra járva juttatják el a szálkaiakhoz, más módszert választottak, azt mondják, így is csökkenteni akarják az érintkezések számát, ezzel pedig a vírus terjedését is lassítják. Nem visszük oda senkihez, hanem sokan járnak itt a postára, boltba befizetni, vásárolni. Az idősebbek a mindennapit itt vásárolják meg, és a boltba, a pultnál, a postán szintén, a pultnál ott van egy kis szatyorkába vagy kosárkába, és akinek nincs, annak adnak ingyen. A szálkai foltvarrók eddig már több mint 500 mosható maszkot vartak a helyieknek ingyen.